Üdvözöllek a League of Legends hős bemutatójában, ahol ezúttal Poppy, a pöröly őrzője a főszereplő. A League of Legends pehelysúlyú pofozógépe Poppy pöröly méretű csapásokat szállít miniatűr kiszerelésben. Poppy Runaterrát járva keresi a nála lévő pöröly méltó tulajdonosát, nem is gyanítva, hogy küldetése már sikerrel járt. Ennek ellenére Poppy félelmet nem ismerve rohanja le az ellenfeleit, és számos hatékony tömegirányító képességgel egészíti ki egyedi, rendzavarásra építő tankolási stílusát. Poppy passzív képessége a vas nagykövete. Poppy pár másodpercenként alaptámadás formájában elhajítja a pajzsát, ezzel növeli a hatótávolságát, bónusz varázssebzést kap, emellett pedig alkalmazza a találati hatásokat is. Ha Poppy újra felveszi az eldobott vértet, rövid ideig pajzsot kap, amely viszont megsemmisül, ha az ellenfél netán rátaposna. Ha a vas nagykövete végez a célponttal, a pajzs azonnal visszatér Poppy kezébe, de a képesség töltési ideje ettől nem változik. Poppy Q képessége a pörölycsapás. A földre sújt, így maximális életerejükkel arányos sebzést okoz az ellenfeleknek, és egy kisebb területen be is lassítja őket. Egy pillanattal később a csapás helyénél megremeg a föld, és ismételten ugyanakkor a sebzést okoz. Az ösvényen akkor érdemes a pörölycsapást bevetni, amikor az ellenfél éppen végezni szeretne egy minionnal, ugyanis ha az utórengés is betalál, az ellenfél lényegesen többet fog sebződni. Poppy W képességének passzív és aktív eleme is van. A passzív hatására bónusz páncélt és varázs ellenállást kap. Ez az érték tovább nő, ha Poppy életereje egy bizonyos százalék alá csökken. Az állhatatos jelenlét aktiválásakor megnő az apró harcos mozgási sebessége, és mágikus pajzzsal veszi körül magát, amely megállítja az ellenség rohamát, és varázssebzést okoz az eltalált ellenfeleknek. Figyeljetek, mert a képesség csak az első rohamot állítja meg ugyanattól az ellenféltől, így például Ári lélekrohama a második és a harmadik alkalommal már át fog jutni a pajzson. Ezen kívül az állhatatos jelenlét nem tudja megállítani az átvillanás, vagy az Ezreal térugrásához hasonló képességeket. Poppy nem csak a csata sűrűjében használhatja az állhatatos jelenlétet, hanem a visszavonulás segítésére is. A megnövelt mozgási sebességnek hála az ellenfelek előtt maradhat, az őt körülvevő zóna pedig megállíthatja a lerohanásra használt képességeket. Az E képesség, vagyis a hősi rohan bevetésekor Poppy ráront egy ellenfélre, megsebzi és magával is vonszolja őt. Tereptárgyal való ütközés esetén Poppy további sebzést okoz, és el is kábítja a célpontot. Fontos tehát észben tartani, hogy hol vannak a közelben alkalmas tereptárgyak. A hősi roham kábító hatása ugyanis akár egy gyilkossághoz is vezethet, ha Poppy csapattársai a közelben vannak, hogy ők is oda csapjanak. Poppy végső képessége az őrzői ítélet, minden pörölycsapás legnagyobbika. Poppy felkészül egy hatalmas ütésre, amitől ő ugyan lelassul, a második aktiváláskor azonban Poppy útjára engedi az előkészített csapást, amellyel a saját nexusuk felé röpíti az eltalált ellenfeleket. Az elsődleges célpont körüli kis területen több ellenfelet is el lehet találni ezzel a képességgel. Minél tovább tart a felkészítés, annál erősebb a hátralökés, de ha az ellenfél sürgős röptetésre szorul, akkor azonnal rácsaphatsz az R billentyűre. A levegőbe lökött ellenfeleket nem lehet megcélozni, amíg földet nem érnek. Az őrzői ítélet a játék legerősebb elmozdító képessége, és egy lassú 5-5 elleni harcot simán 5-4 elleni mészárlássá változtat. Poppy a térkép szűkebb részein van leginkább otthon. Az állhatatos jelenlét gyors mozgása egy falba verős hősi rohamba csaphat át. Ha bejön a kábítás, akkor a pörölycsapás biztosan kétszer betalál, így szinte garantált a kivégzés. Ha Poppyn rajta ütnek, egyetlen dolga van, előkapni a pörölyt. Poppy egy jól időzített állhatatos jelenléttel megállítja Lee Sin és LeBlanc rohamát, majd az őrzői ítélettel a bázisuk felé löki őket, azután nyugodt tempóban elindul a saját oldala felé. Csapatharcokban Poppy a csapat Yordle pajzsa, aki megakadályozza, hogy elrohamozzanak mellette vagy előtte. Lucian nem tud kimenekülni az E-vel, és Shen sem tud előre haladni a felbőszítéssel.
Ez már önmagában elég időt biztosít Annie és Caitlin számára, hogy tonnányi sebzést okozzanak. Poppy ezután visszahúzódik, és segít a csapatának végezni a szívós ninjával, mielőtt a többi ellenfél után indulna. Poppy végső képességével megfordíthatja a játékmenetét, de nem feltétlenül az előnyére. Ebben az esetben Poppy gondosan, módszeresen kiüti Cassadint és Shent a bázisából, így viszont Annie fölöslegesen idézi meg Tiburst. Csak óvatosan azzal a kalapáccsal. Összefoglalásképpen nézzük meg ezt a korai betörést a torony alá. Poppy a dzsungelben keresi a legendás hőst, amikor Lee Sinbe botlik, és a hősi rohammal épp hogy a fal csücskéhez tudja csapni őt. Az álhatatos jelenlét közelében nem lehet rohamozni, így Lee Sin nem tud az oltalommal barátjához, Barthoz menekülni. A vas nagykövetének elhajított pajzsa ezután eltalálja a vigyázó Vándort, és alkalmazza a vörös erősítés hatását, így könnyű elkapni őt a hősi rohammal. Bárd ugyan egy villanást használva elkacsázik, de mivel Poppy már meglépte a hatos szintet, hagyja ezt neki, nem akar rész nélkül betörni a torony területére. Ezután Poppy Tristana felé fordul, és ravasz módon egy miniont rohamoz meg az ellenséges Yordle helyett, így Tristana kénytelen még villanni is, hiszen Poppy elállja a menekülés útját. Köszönjük, hogy megnézted Poppy hős bemutatóját! Iratkozz fel a Riot Games YouTube csatornájára, és oszd meg velünk véleményedet közvetlenül a videó alatt! Hé, te itt vagy? Azt hittem, ott voltál!